Elmentek, ugye nagy része elment ugye a válogatottba, de akik itthon maradtunk, mi edzettünk végig, volt ugyanúgy kondi edzés, volt kézilabda, erőnlét, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy minden megvolt, ami előtte is szokott lenni. Nem mondom, hogy nem volt kemény, attól függetlenül, de egyébként jó volt itt. És hát szerdán már egy újabb mérkőzés, méghozzá hazai pályán az MTK ellen. Addigra nyilván visszajönnek majd a többiek is. Hogy várjátok azt a mérkőzést? Igen, ma már együtt fog edzeni a csapat. Nyilván készülünk ugyanúgy, mint a többi meccsre. Azért ez Gábornál meg lehetett szokni, hogy itt nincsen olyan, hogy most MTK, vagy Újváros, vagy bárki, akkor itt most könnyebben kell venni. Nem, mi ugyanúgy fogunk készülni az MTK ellen is. Nyilván lesz videó is, ugyanúgy, ahogy szoktuk. És hát a hétvégén pedig Bajnokok Ligája mérkőzés jön. Gondolom, ezt már nagyon-nagyon várjátok. Mennyire jó ez a kis hangolás így hétközben erre? Igen, azt gondolom, hogy ez egy jó felkészülés mérkőzés lesz így a Bajnokok Ligájára. Egyébként igen, nagyon várjuk. Tényleg már volt is így az öltözőben szó erről. Tényleg nagyon várjuk, és reméljük, hogy minél jobban le fogunk játszani.